Azeri pénzmosodának nevezte az átlátszó azt az offshore céghálózatot, amelyen keresztül az ország kormányzati és üzleti elitje európai politikusokat fizetett le, és más tranzakciókat bonyolított. A pénzből Magyarországra is jutott, egy befolyásos azeri politikus fiának Budapesten nyitott bankszámlájára több mint 7 millió dollár érkezett 2012-ben. Éppen akkor, amikor a magyar kormány kiadta Bakunak az azeri baltásgyilkost. A lehető leghatározottabban visszautasítok minden olyan sejtetést, vagy minden olyan sumák utalgatást, ami magyar külpolitikai döntések és az említett valószínűleg nemzetközi bűncselekmények megvalósítása közötti kapcsolat feltételez. Bementem megnézni ezeket az iratokat a minisztériumba. Legnagyobb csodálatomra Navracsics Tibor tártkarokkal fogadott, bár idézőjelbe téve természetesen, hogy tessék, nézzük meg, hogy hogy történt a kiadatás, mert akkor nem ismerték el, hogy Orbán döntött erről, azért szeretném mondani. És azt láttam, hogy az első döntés erről még édesapám minisztersége idején volt 2003-ban, amikor ő írta alá, hogy nem javasolja kiadni, azért, mert ott szabadon fogják bocsátani. A papa csak mondom, igazsági miniszter volt, igen. Igen. És ugyanez a véleményt minden egyes igazságügyi miniszter, aki azóta hivatalba lépett, megtartotta, bezárólag Navracsics Tiborig. Magyarán szólva, az igazságügyi miniszter javaslata ellenére döntött valaki úgy, hogy ennek ellenére ki kell adni. És szeretném csak úgy megkérdezni, hogy ki az az egyetlen személy, aki az igazságügyi miniszter döntését a magyar alkotmány értelmében felülbírálhatja? Értem. Hát értem. Tehát azóta Nikolicot elküldték Brüsszelbe, a Répásit kirúgták, mivel hogy nyilván szégyelték ezt az egész Szafarov dolgot. Navracsics, ugye? Navracsics. Navracsics, igen. És nyilván alig várták, hogy valakinek el tudják mondani, hogy mi nem akartuk, csak hát a főnök. Na hát azóta nincsenek is ott. Na de azt még futólag megemlíteni, hogy van az, hogy itt valami fontos azeri pasasnak a gyereke, aki Magyarországon üzletember, annak a számláján jelent meg egyszer csak 7 millió dollár. És akkor mi van? Mi lett utána vele? Hova távozott a 7 millió dollár? Onnan orvosi költségek. Lehet, hogy pont a férjénél a bazsolnák költötték. Na mindegy, szóval általában orvosi költségekre ment el. Nyilván nevet nem fogok mondani, mert már is felejtettem, hogy kivel beszéltem ma délelőtt. Kapásból megmondta, ki volt az a bankár, akinél landolt a pénz, persze. Egy közismert bankáról van szó egyébként, hogy úgy mondjam, kormány közeli akinek bankáról. Akinek már. Magának nem mondtam meg a igen, nevét. Igen, tudom, nekem nem, de... Nekem se. De ez a szó pedig kérdeztem, használat... igen. Mindegy, csak két dolgot akartam. Barkabázunk egy kicsit. Nem vagyok hajlandó meg. Így is üzenem, hogy már nem is emlékszem, hogy kitől hallottam. Innen üzeni, hogy az élete árán sem fog emlékezni rá. Semmire. Próbálj meg kiverni belőle. Na szóval csak két dolog ehhez, hogy nagyon érdekes azért, hogyha elolvastátok, nem tudom, hogy látták-e a cikket, az átlátszónak a cikkét, ami végigvezette ezt a történetet, egészen elképesztő. Tehát az, hogy hogy működik ez a rendszer. Tehát az, hogy mondjuk az azeri vezetés, az hogyan, milyen módszerekkel, és hogy pénzzel micsoda hálózatot működtetett. Ugye itt egy világhálóról van szó. Maradjunk abban, hogy én ezt jóban el tudom mondani. A következőképpen működik a dolog, aztán megyünk tovább, tehát nem várom a hozzászólásokat. Tehát egy... Te olyan vagy, mint a Fidesz. Igen. Nem várod a hozzászólásokat. Csend legyen. Elmondom a mechanizmus, hogy működik. A dolog úgy működik, hogy engem, mint élvonalbeli újságot felfogadott egy nagy cég vezére, tanácsadónak, kommunikációs tanácsadónak. Én megírtam a parlamentben annak a képviselőnek a szövegét, aki megvédte őt, mert támadták meg minden. És szeretett volna az év menedzsere lenni, amit a televízióban adtak ezt a díjat. És megkérdeztem, hogy hány millióba kerül, hogy az én főnököm kapja meg. És akkor elmentem azért, és azt mondtam, hogy az van, hogy x milliót kellene fizetni, hogy te legyél az év menedzsere, viszont a felért elintéztem, hogy te add át a díjat. Így működnek ezek a dolgok, kérem szépen. De ezt érzem is velem történt, most jut eszembe. Ezt csak hallottam, hogy mennek a dolgok. Következő.